az Erste Banktól, mivel felvettünk 5,5 millió forintot 2007-ben, és azóta 21 millió forintot követelnek tőlünk vissza. Másfél éve nem fizetünk, autót vettünk ezen a pénzen, mivel párom kint dolgozik Németországban, mert máskülönben éhen döglenénk, mert én le vagyok százalékolva, 27 ezer forintos nyugdíjból kell megélnem. Az Erste Banktól tegnap kaptam egy olyan levelet, hogy átadták megint egy új behajtó cégnek a hitelünket, legelőször a Hitelkontroll Kft-nek, most pedig az MRK-nak, és olyat írtak bele, ha én az MRK-nak kifizetem a telefondíjat 36.800 forintot, akkor abban az esetben kedvező feltételeket fogok kapni, hogy továbbra fizethessem a törlesztő részletemet, ami havonta valójában 87.000 forint volt. Én leálltunk ezzel másfél éve a fizetéssel, hát nem gondolják, hogy még ezek után mi fogunk nekik is egy forintot fizetni. A másik meg az, ugyanúgy 2007-ben vettem fel a lakásomra, tetőfelújításra 7 millió forintot, ami azt jelenti, hogy 12.000 forintot a K&H-nál fizettem, mint hiteltartozásként, és 72.000 forint ügyleti kamatot vontak le tőlem minden áldott hónapba. És azóta is ugyanúgy követelik az összeget. Hát ez akkor mi, ha nem uzsora? Hogyha én felvezek 5,5 millió forintot, és 21 millió forintot követelnek vissza. Kiszámoltam a házra is, a házhitelemet, a 7 millió forintra, 33.000 forint, már ma 33.000-ig, 2033-ig, 28 millió forintot kellene visszafizetnem. Akkor hol van itt? Ez nem csalás? Ez kifosztás, kifosztanak bennünket, embereket utcára tesznek, gyerekeik éheznek. Akkor mi ez, ha nem uzsora? Innentől kezdve egy forintot se a bankoknak, hanem bilincset a kezükre. Rohadt szemét, mocskos, kifosztó banda. Köszönöm szépen. Csak kedvet kapták, köszönjük. Természetesen ugye ez egy ilyen nap, amikor bárki elmondhatja, hogy vele mi történik. Van bőven időnk, négyig maradunk. Ami mi is volt az előbb, ja, igen. Hát azt lehet látni, ugye Magdi elmondta, hogy benne az OTP-ben milyen szinten rettegnek attól, hogy ma itt vagyunk. Szabályokat hoznak, hogy hány ember lehet be egyszerre, ugye itt az előbb leolvastam a biztonsági őr szájáról, hogy náluk is Budapest Bankban is vannak szabályok. Rengeteg sok mindent kell tenniük azért, hogy azt, amit mi csinálunk, azt megpróbálják kisebb veszteséggel, vagy ellehetetlenítéssel átvészelni. Egyszer ki fog borulni. Higgyétek el, hogy ezek a pici demonstrációk, amiket csinálunk, ezek mindig egy-egy csepp abba a pohárba. És minden pohár egyszer megtelik, amikor kicsöppen belőle. Mindig beleteszünk. Az a bátor kiállás, amit csináltok, az azt jelenti, csak így tudunk ütni rajtuk. Hiába próbáltuk, ugye István elmondta, hogy próbáltuk mi is, és oly sokan, már ugye akár 2006-ra is gondolunk, a hatalmon ütni. A hatalom olyan erős, és olyan szinten be van bástyázva, hogy azzal nem tudunk mit csinálni. Jó, most még nem, de a hatalomnak a pénzforrását megszüntetjük, ami ugye a mocskos bankoktól jön, a kiposztás, akkor a hatalomnak is oda tettünk. Annak a mocskos hatalomnak, aki most hagyja az embereket kiposztani, amit itt láttuk, megnyomorítani, öngyilkosságba hajszolni, elvenni a házakat. Molnár Ervin teherlerázás könyvében ugye benne van, hogy mekkora vagyon veszett el. Mekkora vagyon veszett el a rendszerváltással, mekkora vagyon veszett el most a devizahitelekkel, és ő volt az, aki kiszámolta, hogy az elárverezett és a majd elárverezésre váró házak, azok egy háborús katasztrófával érnek fel.
Egy háborúban nem tűnik el ennyi vagyon, mint a devizahitel által, tehát háború van. Háborúban meg nem lehet kulapöcsösködni. Háborúban oda kell csapni, háborúban el kell érnünk, hogy a bankok kordont húzzanak, háborúban ki kell mondani, hogy mocska susanások, és a háborúban gyilkosozni kell az ügyintézőket is. Láttam fönn a Facebookon valaki, azt írta ki, ha nem függesztenek fel minden végrehajtás deviza ügyben, akkor nekünk kell a behajtókat, végrehajtókat elhajtani. Hát ez így van. Na de hát akkor hajtsuk el. Tehát aki ezt kiírta, azt tegyen érte. Kezdje el elhajtani. Tegyen olyat, amivel ezt meg tudja csinálni. És egy ilyen tett, ami ellenállásra szólít fel, azt most legutóbb, vagy legújabban a bank, nem a, hanem a radikális bankellenes csoport kerékgyártó Katiék Uzsora Stop néven vezettek be, és én megkérem Katit, hogy egy picit részletesen ismertesse ezt, hogy mit gondol erről, de előtte az a kérésem, hogy aki nem fizeti a hitelét, az tegye fel a kezét. Igen, én úgy látom, hogy itt azért a többség erről szól. Na, ügyintézők, most nézzetek ki, itt ezek az emberek nem fizetnek nektek egy fillért sem, eddig sem, ezután sem, és mindenképpen ti lesztek azok, akik elhúztak onnan a jó büdös picsába. Uzsora Stop, kitalálója és művelője, kerékgyártó Katalin, radikális bankellenes csoport. Köszönöm szépen a felvezetést. Az ötletet az adta, hogy határozottan tele lett a hócipőnk azzal, hogy hol 40 fokban, hol 10 fokban ott kell állni a kúria előtt, és várni kell arra, hogy a munkájukat nagyon rosszul végző kúria elnökök és bírák hozzanak végre egy egyértelmű olyan döntést, ami mindenki számára érthető. Ez természetesen most sem sikerült nekik. Június 3-án viszont egy per kapcsán azt az ítéletet hozták, hogy az árfolyam rés használata a bankok részéről törvénytelen. Márpedig a bankok ezt éveken keresztül használták és behajtották a banki adósoktól, úgyhogy teljesen természetes, hogyha ők ezt rosszul tették, akkor ez az összeg az adósoknak kamataival együtt visszajár. Mi úgy gondoltuk, segítünk a banknak, ne kelljen nekik annyit számolgatni, utalgatni, úgyhogy július 1-től meghirdettük az Uzsora Stopot. Mindenki 3 hónapig, aki úgy gondolja, hogy ezzel egyet tud érteni, próbálja ki, hogy nem fizet uzsorát a bankjának. Ezzel azt érhetjük el, ott csaphatunk a bankon, ahol a legjobban fáj nekik, mert a bankokat csak a pénz élteti. Senkinek ne legyenek olyan hiú reményei, hogyha bármilyen rossz helyzetbe kerül, akkor a bank majd előveszi a szívét, lelkét és megpróbál segíteni. Ilyen nem fog előfordulni. Úgyhogy július 1-től, ha sokan képesek lennénk összefogni, és azt mondani, hogy 3 hónapig megtartjuk magunknak a saját kis pénzünket, akkor a bank talán hamarabb elkezdene gondolkozni azon, hogy bizony lépnie kell, és helyre kell tenni ezeket a dolgokat. Ha valaki úgy gondolja, hogy ebből hátránya származhat, azt megnyugtatom, hogy ha 3 hónapig nem fizeti, a világon semmi problémája nem lesz, maximum késedelmi kamatot számol fel majd neki a bank. Hát ezt mindenkinek be kell vállalnia, aki belép az Uzsora Stopba, viszont hatalmasat nyerünk vele, mert ha nem fizetünk, az 3 hónap alatt tetemes veszteséget jelent majd a banknak. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el rajta, hogy továbbra is ebben az adós rabszolgaságban szeretné tengetni a napjait, vagy pedig egy kicsikét élhetőbb emberi életet választ. Úgyhogy mi elkezdjük, az visz, illetve mi már régen elkezdtük, de a terjesztését azt folytatjuk nagy erőkkel. Úgyhogy én arra kérlek titeket, hogy terjesszétek Facebookon, e-maileken, szórólapokon mindenkinek, hogy legyünk nagyon-nagyon sokan, mert csak akkor leszünk eredményesek. Köszönöm szépen!